Éppen 30 éve, 1993-ban egy baráti társaságból alakult meg a Máté Szalkai Rotary Klub. A politikamentes szervezet az 1900-as évek elején jött létre Amerikában, azóta pedig a világ számos pontján csatlakoztak a kezdeményezéshez. A rotarisok közös törekvése, hogy a megértés és a jó szándék elterjedjen a világon, ezért tagjai a hivatásukon túl a közjó érdekében is elhivatottak. Egy nap kevés lenne felsorolni azokat az eredményeket és sikereket, amit ez a klub elsősorban a jó szolgálati tevékenysége során elért. Gyermekváros megsegítése, Tridea-tábor Tibor szálláson felújítása, karácsonyi ajándékozás, ugye van rengeteg olyan program van is, ami gyakorlatilag 30 éve folyamatosan mindig megrendezésre kerül. A több évtizede tartó programok közül az egyik legismertebb a Tour de Gát, amely idén a Kraszna töltésének felújítási munkálatai miatt elmarad. Jövő tavasszal azonban ismét várja a kerékpárosokat a szervezet. A tervek szerint egy helyi oktatási intézmény támogatása az egyik soron következő feladat. A Móra iskolát szeretnénk a jövő évben egy komolyabb támogatással megajándékozni. Ugye hál' Istennek az iskolába 2 évvel ezelőtt történt egy szerkezeti átalakítás. Kimagasló szakmai munkát kezdtek el végezni, ugye a Nyírbátori Társiskoláról leválva, új szakemberekkel, új pedagógusokkal segítenek ezen a speciális igényű gyermekek gondozásában, nevelésében, és nekik vagy egy új speciális tantermi szoba berendezéssel, vagy valahogy az iskolájuk bővítése. Úgy hál' Istennek akkor az igény a munkájukra, hogy ahogy az ünnepségen is elmondtam, már nem csak az agglomerációban, hanem Nyíregyházára is hordanak ide speciális szükségletű gyermekeket. Vendégek is érkeztek a jubileumra. Az amerikai Knoxville-i testvérklub 1996 óta több mint 100 millió forint értékű adományt juttatott el a Máté Szalkai szervezethez, segítve ezzel a klub programjait, jótékonysági akcióit.